Köszönjük szépen előre is! Még két befutó jelentkező után, hogy akkor a százas létszámod elé. De így is nagyon a saját szakterületünkön, a saját helyünkön. Nagyon sok mindenben lehetünk magunk és mások segítségével. Azt ugye, hogy kértétek azt, hogy szóljon el az előadás arról, hogy mit tehetünk nehéz időkben, amikor túl vagyunk stresszben, amiben mi most vagyunk, pandémia nem egy szűk területet érint, hanem szinte a világ népességét. Tudjuk, néhány évszázadon végig söpör egy járvány hullám a világon. Viszont ezek általában olyan események, amelyek megújulást hoznak. Mert úgy, ahogyan eddig éltünk, valahogy, minthogyha csengetnének nekünk, az már nem megy tovább. Valamit változtatni kell az életünkön. Nézzük csak meg, hogy egyáltalán a válság hol lép be úgy a lelki életünkbe, hogy bizony nagyon komoly belső krízist okoz, olyan állapotot, amely úgy nevezhetjük egy megtorpanás, egy helyzettel való találkozás, amelyben egyszerre csak elérvénytelenedik összes tudásunk, hogy mit csináljunk ebben a helyzetben. Se kép, se hang, se ötlet, se megoldás, mert valójában olyan új a helyzet, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, a régi megoldási lehetőségek abszolút alkalmatlanok, és újak még nincsen. Mi itt van, mindünk háta mögött veszélyeztetve az egészségünket, hogy ezt valahogy nyakon tudjuk csípni, és érvényteleníteni, hatástalanítani tudjuk. Na tehát válsághelyzet van. A válság mindig negatív stressz. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy olyan helyzet, amiben az ember beleakad úgy, hogy semmiféle kiszabadulási, cselekvési, megoldási lehetősége nincs, az eleve válság, és most nagyban egészében is ilyen helyzet van, de egyénileg is megélhetjük a válságot olyképpen, mint mondtam, hogy egyszerre csak egy olyan kétségbejtő helyzetbe érzed magad, hogy nem tudsz mit tenni. Ez a fajta negatív stressz állapot, azért hangsúlyozom ám ezt, hogy negatív stressz, mert rögtön szeretném azt mondani, hogy tegyük csak föl a másik oldalt is, a pozitív stressz oldalát is. Nevezetesen a mi szervezetünknek a csodálatos képessége az, hogy a befutó minden hatásra, ingerekre, ezek a stresszorok valamilyen módon válaszol. Olyan egy befutó stresszor, ami akcióra szólít föl, hogy csináljál már valamit, ezt vagy azt csináld meg. Na most ugye mind tudjuk, hogy milyen pozitív kihívás, hogyha éppenséggel olyan behatás ér, hogy abszolút tudjuk, hogy mit kell tennünk, mindjárt flottul meg is oldjuk, néha abszolút nem is gondolkodunk rajta, olyan rutinosak vagyunk. Tulajdonképpen ez a normál stresszeltség állapota. Rengeteg rutin van az életünkben, és olyan befutó stresszorok, amikre automatikusan könnyű válaszokat adunk. Igen ám, de vannak olyanok, amelyeknél így megtorpanunk, hogy nem tudunk mit csinálni. Ez az állapot három dologgal jellemezhető: frusztráció, agresszió és regresszió. A frusztráció, azt tudjuk, micsoda, meghiúsulás. Még beszélünk is szaknyelven frusztrációs toleranciáról. Az azt jelenti, hogy képzeld el, hogy magát a stresszót, az honnan jön, hát mi hogy Seje Jánoshoz kötjük, de valójában ez egy hídmérnöki kifejezés. A hidak szakító szilárdságának a határértékét nevezték stressznek, az a stressz, amit elbír károsodás nélkül egy hídszerkezet. Hát én meg azt mondom, tudod, az a rossz stressz, és az a szakító szilárdság, ez a frusztrációs tolerancia, ami a te, mondjuk úgy, hogy idegrendszered szakító szilárdságát eléri, és nem tesz tönkre, de
nagyon megilled, hogy itt van a határ. Ha még több is érne téged, akkor akár bele is betegedhetnél. Most miért merjük ezt mondani, hogy egy nagyobb ingerbehatás, amikor arra nem tudunk se, hogy se szabadulni, se akció, se gondolat, se kép, se hang, hogy az megbetegíthet. Azért, mert pontosan tudjuk, és egy Candice Pert nevű biokémikusnak köszönhetjük, hogy minden egyes behatásra adott érzel, míg pedig fehérje molekulái, a hormonszerű molekula, a ligandnak nevezi a tudomány, de ha csak hormonnak nevezzük, az is elegendő. Van az agresszívesésnek, bánatnak, gyásznak. Ezek mind-mind, képzeld el, olyan, mint a vegykonyha, úgy működik a szervezetünk, különböző sejtcsoportok termelődnek ezek az adott állapotra, jelárasztják a szervezetünket, és különösen bizonyos hormonok bizonyos szervterületek. Ez a programozás, ez a szoftver, ami szervezetünkben automatikus, ne itt, hogy te szabályozod. Ez egy olyan automatizmus, hogy például tudjuk, és hát József Attila milyen gyönyörűen mondta, hogy még jó, ha az ember haragja, nem magát az embert harapja. Na de képzeld el, minket harap. A harag hogyan? Hogy ennek ezek a bizonyos hormonok legnagyobb mennyiségben a szívhez vándorolnak oda, azzal a feladattal, hogy a szívnek már szinte a sejtek receptorai várják, hogy gyere, gyere, és befogadják ezeket a harag molekulákat, földolgozzák, és tulajdonképpen a pillanatos haragok, feszültségek, azok itt oldódnak föl kémiailag. De csak kémiailag. Na most ezt miért mondom? Azért, mert hogyha nem tudja az adott szerv sejt területe, ugye egy sok millió sejtről beszélhetünk egy-egy szerv esetében is, nem tudja földolgozni, akkor lerakódik az anyag a sejthártyára, és tulajdonképpen elbutítja a sejtet, a sejt memória a sejthártyán van, és akkor a sejt nem tud olyan jól dolgozni, mert elfelejti, vagyis hogy elbutul, nem tudja a saját funkcióját teljesíteni. És általában ez jár biokémiai oldalról, vagy molekuláris biológiai oldalról a szerv megbetegedésével. De közben te tudod, mert az már nagyon-nagyon sok oldalról ismert dolog, hogy egy negatív stressznek van idegrendszeri útja is, nem csak humorális, hormonális, és ez az idei, hogy hipofízis mellékvesevelő. A mellékvesevelő termeli az adrenalin, tudod, hát van, aki adrenalin függő, olyan szimpatikus idegrendszeri izgalmi állapot, ami viszont többségünknél, átlag embereknél egyáltalán nem ilyen pozitív ingerlés, hanem nagyon is úgymond idegesítő. És hát van a kéreghormon, ugye a kortizol, amit a mellékvese kéreg termel, és azt úgy nevezzük, hogy küzdőhormon. Azért küzdőhormon, mert azokat a egyéb molekulákat próbálja aktivizálni, amelyek aztán rávesznek minket, rábírnak arra, motiválnak minket, mint egy belülről lögdösnek minket, ingerelnek, hogy csinálj már valamit, akció, csinálj már valamit. Minden esetre ezek azok az a belső folyamatok, amelyekkel nekünk foglalkoznunk kell a testi oldalról, de amikor mi arról beszélünk, hogy negatív stressz, amit ebben testednek, testünknek a válasz reakciója olyan helyzetre, amikor nincs megfelelő megoldás, vagyis amikor kritikus az állapot, krízisbe kerülünk, negatív stresszeltség állapotába. Ezért is szoktuk mondani, hogy a negatív stresszelt állapot fölkészít minket az akcióra. Na de képzeld el, hogy kicsiben, enyhe formában, a pozitív stressz esetében is ér minket egy bizonyos behatás, és akcióra fölkészül a szervezeted. Mert ha mondjuk kapsz egy olyan telefont, hogy az, akit nagyon szeretsz, az el tud jönni hozzád vendégség vagy találkozásra ekkor-akkor, hát dobog erősen a szíved úgy, mintha stresszelt volnál negatív, de ez nem negatív stressz, hanem az ilyenfajta szimpatikus idegrendszeri izgalom, ami ugyanúgy létrejön akció, óra fölkészíti a szervezetet, el van borítva olyan pozitív hormon működésekkel, emóció, érzelem hormonokkal, ligandokkal, oxitocin,
oxitocin, endorfin, női nemi hormon, szerotonin, dopamin, mit is soroljak, még van sok, de elég nekünk ennyi is belőle egy csokorra való, mert a mi szervezetünk saját sejtjei képesek ezeket termelni, az oxitocin, a szeretet hormon, kapcsolat hormon, a például nagyon nagy mennyiségbe árad szét a szervezet, és ez egy olyan fajta boldogságérzéssel jár, amire csak úgy hivatkozom erre, hogy hát gondolj már egy olyan ölelésre, ami végigfutott az egész lényeden, hogy milyen gyönyörűséges. Hát igen, ezek a hormonok, érzelem, molekulák azok, amelyek testi szempontból megingerlik és kiváltják ezt az állapotot. Tehát a pozitív stressz is, az EU stressz, ugye az EU a görög szó összetételbe helyes jót jelent. Ezek a helyes, jó, vagyis kellemes, jó érzésekkel járó pozitív stresszek éppen úgy lázba, hogy dédelgetik ezekkel a hormonokkal, hogy tulajdonképpen ezért mondjuk azt, hogy pozitív stresszeltség állapota vitalitás generálták, vagyis a vital életerő serkentő folyamatok. Az indítása. És akkor gondolom, hogy ezen a gondolati fonalon te is tovább tudsz velem lépni, hát hogyha így van, hogy vannak rossz stresszek, meg vannak a jó stresszek, akkor tulajdonképpen védekezik. Tegyünk meg, hogy talpon maradjunk, ezt a kezelését megtanulom, hogy mit csináljak akkor, mikor teljesen nyilvánvaló, hogy nem, mit tegyek, ha nem tehetek semmit. Ez így furcsán hangzik, de tudod, hát ha kinn nem tudsz semmit tenni, belül még mindig tudunk változásokat elérni, akciókat szervezni, ezekről fogunk egyrészt beszélni, másrészt pedig ugye elfogadod, hogy a másik oldalon vannak a pozitív stresszek. Minél több a pozitív stressz, Barbara Fredrickson, az érzelemkutatásnak a professzor asszonya azt mondta, ha te elegendő EU stresszt bedobsz egy negatív stressz állapotába, akkor az egyensúlyt meg tudod tartani, és akkor nem fog téged betegség irányába billenteni, vagy rossz irányba billenteni a téged érő negatív stresszt, vagyis kompenzálni tudjuk. Tehát ezért akkor mit kell tennünk? A következő feladat meg az, hogy nem csak a kezelésmódot, a negatív kezelésmódjait, hanem a pozitívnak a gerjesztési módjait tanuljuk meg. Mi az, amivel tudsz biológiailag létrehozni, ami kiegyenlíti a negatív stresszt, ami kiszűri a negatív stressz állapotnak a károsodási lehetőségeit, ami megtart téged egészségben, és ami vitalitás generátor, vagyis életerő, serkentő, segít, hogy ne tudom maradj, hogy legyen kedved az élethez, erőd a feladatokhoz, erőd a megküzdéshez, például összetevői, amikkel mi foglalkozni fogunk. Na most hát induljunk el ott, hogy az ember pszichoszociális és spirituális lény. Az Egészségügyi Világszervezet 2002-ben egészítette ki a biopszichoszociális hármas egységet, az ember mint rendszer fogalmát azzal, hogy a spiritualitást is visszavette. Azt a spiritualitást, ami ugye a szekularizációval és az ateizálódással, vagyis a vallástalanodással ekkor a fürdővízzel jönt együtt a gyereket is, mert ugye Isten leraszírták a trónról, nincs sem az Isten, helyette úgy ember mindenfélét a csúcsra rak, mint legfőbb értéket. Minden esetre az egész spiritualitást, az embernek a magasabb hitrendszerű, hogy hinni valamiben, hogy jövőt elképzelni, hogy megépíteni az élet értelmét, értékeit. Ez mind a spirituális dimenzió. Elképzelni, hogy mi károsodást csináltak az emberben. De mióta a pozitív pszichológia, 2000 óta beszélünk hivatalosan pozitív pszichológiáról, a pozitív pszichológia bebizonyította tudományosan, hogy az embernek a boldogságot előidéző és fenntartó összetevői között a hit képessége az egyik legbizonyosabb megtartó erő, és a két dolgot mondott úgy, hogy felkiáltó jelet tehetünk utána, az egyik, hogy a emberi kapcsolatok
szeretett kapcsolatok, a másik pedig a hit képessége. De itt abban a tág értelemben használja a pozitív pszichológia a hit képességét, hogy bízol abban, hogy van az életednek értelme, hogy van kiért élni, hogy van miért élni, hogy van perspektíva, vannak távlatok, hogy szeretsz valakit. Egyébként meg három szóba össze is tudom foglalni, olyan érdekes, hogy ez a messziről is hangzik, ez a három szó, ami kultúránkban, szinte minden kultúrában benne van három szó, hit, remény és szeretet. Ugye hinni az élet értelmében is, mert hiszen te hihetsz magában az életed értékében, értelmében, hihetsz valakiben, valaki személyben is, hogy megbízol benne, hiszel benne, elhiszed, hogy amit mond, az úgy van. Ugye ez is a hit, mert nem tudod, hogy bizonyítani, csak a sugallja valami. Most ugye ezek a képességek, tényleg nézd már szembe vele a te spirituális dimenziód nagy képességei. Azért spirituális, mert túl van azon a határon, ahol a bizonyíthatóság van. És ugye a tudományos határon ott már megnyílik a hit tartománya. És a hitnek vannak vallási irányai, ugye felekezetek, vallási rendszer, van maga a hívő ember, aki képes abban hinni, hogy van értelme az életének, hogy van kiért élni, van miért élni, hogy felépít egy olyan elgondolásrendszert, hogy mindenkiben van valahová, nem tud már a tudomány a tudomány elvezet az, ami olyan óriási erő, hogy azt bizonyította a pozitív pszichológia, ez a vadonat új irányzat rendkívül erősen tudományosan megalapozott, hogy tulajdonképpen vissza kell nekünk venni általános értelemben az emberi hit képességét, és azt olyan meghatározónak kell tekintenünk, hogy boldogságnak, talponmaradásnak, az élet értelmének a meghatározója is. Na most tehát biopszichoszociális és spirituális szinteken kell foglalkoznunk azzal, mert minden szinten van teendőnk, hogy mit csináljunk akkor, mikor nem tehetünk semmit, amikor ugye beszorulunk egy ilyen nagyon rossz, negatív stressz állapotába. Hát elsősorban a legalapvetőbb biológiai reakció, ami ugye a negatív stresszből következik, amit mi milyen tünetekként élünk meg, kétségbeesés, reménytelenség, depresszió, szorongás, és az a bizonyos, amit mondtam, a regresszió, hát az csak annyit jelent, hogy visszaesünk a saját magatartási nívónkról alacsonyabb szintre, és amikor tudod, akaratod ellenére egy olyan, hát nem szalonképes kifejezés kibújik belőled feszültségedben, ami nem rád jellemző, te sokkal magasabb szintű ember vagy, mégis olykor kibújik ilyen, akkor regresszióba kerültél, de bármelyikünkkel előfordulhat, és tudod mi az, ami ezt a regressziót nagyon hamar kibudjantja az emberből, valahogy kicsalogatja? Az agresszió. Mert hogyha én nem tudok egy helyzetet megoldani, bedühödök. Te is, én is, mert tenném, de nem tudom tenni. És pontosan az akadályozottság helyzete ilyenek, nem tudok mit tenni, erre agresszívabb leszek, neki mennék a falnak is, a minden akadálynak, nem tudok elérni eredményt, és erre regresszióba csúszom, és nem vagyok a saját helyzetem magaslatán. Most hát ezek a negatív tünetek, amik különösen bizonyos típusú embereknél, akik pesszimisták, azoknál úgynevezett ruminációt, rágódást idéz elő. Nem tudom, hogy ismered-e ezt a dolgot, mit jelent rágódni. De ha volt egyszer egy olyan nehéz éjszakát, hogy nem tudtál elaludni, nem, akár mit csináltál, valahogy olyan feszült voltál, gyógyszert nem akartál bevenni, vagy éppen nem is volt gyógyszered, vagy nem is vagy gyógyszerszed, és a feszültség úgy érezted, annál inkább nő, minél inkább szeretnél elaludni, és a gondolataid körbe, mint az eltévedt vándor a hómetszőn, csak körbe-körbe, és minden egyes bosszus leszel, fölkelsz, mert már látod, hogy ebből nem lesz elalvás. De ezt azért mondtam el, ezt a példát, hogy a rumináció, a rágódás az micsoda, milyen veszedelmes dolog. Együtt jár a pesszimizmussal, amikor nincs benned az a bizonyos képesség, amiről előbb beszéltem, ami ugye a tulajdonképpen
a nem megfogható dolgok és a spiritualitás, nincsen benned hit valamiben, ami még megtart téged, hogy nem érdemes neki búsulni, mert az élet a legfőbb érték, és az élet élni akar, és csak előre kell tekinteni, és nem tud megfelelően működni. Tehát nagyon fontos, hogy mi is dolgoznunk, hogy ne verjen le, majd pedig lelkileg is ez az állapot. Na most hát ugye a testünk, hát a testünk az, amiben lakunk, de hát ez a test, ez mi magunk vagyunk. És ugye ahogy mindezt megéljük, alapvető fontosságú, hogy a testnek a feszültségkezelési szintje, ez lesz az első biológiai közvetlenebbül megjegyezzünk a parancsolatot, amiha feszült vagy ügyesít. Ne maradj egyedül, mert így összegyűlt, és néha olyan vagy, mint a kuktafazék, hogy mindjárt kitör, ezt le kell vezetni. Feszültség akció. Jóba átvezetése, és ne maradj egyedül. Ugye általában a dolgokban úgy van, egyedül nem megy, elindulok, aztán saját magam felé jut, ha kívánatos, mert akkor rágulik ezek. Tehát keresni mindjárt társas mezőt, miért? Tudod, milyen ül? Mi olyan nagyon, minden sejtünk társas. Mi társas lények vagyunk, és mint hogy születetten azok vagyunk, már pusztán az a tény, hogy valaki jelen van egy bizonyos közegben, ott, ahol én vagyok, vagy te vagy, hogy jelen van valaki, meg is változtatja a magatartásunkat annyira, hogy képzeld, olyan kísérletet is csináltak, elnevezték prezenciának, mondjuk te nézel ki az ablakon, és a hátad mögött van az ajtó, de olyan csöndbe lép be valaki, hogy nem is hallott tulajdonképpen, de valami érzés végigfut rajtad, hogy itt valaki van. Ez a különös, hogy valaki itt van. Most nem mondom azt, mint a mesékbe vagy emberszagot érzek, mint hogy az óriás a barlangjában emberszagot érez, ugye a mesei fordulat. Nem erről van szó, hanem arról, hogy megérezzük a jelenlétet, ez a prestancia reakció, és ha belép a másik a jelenléte ránk, megnyugtató hatást tesz. Az esetek többségében, mert most én nem egy konfliktus helyzetről beszélek, ahol belép az, akivel te éppen rosszba vagy, hanem általában például egy gyerek számára, hogy ott van a felnőtt, akkor is, ha semmit se csinál, csak jelen van, ott van, a gyerek hallja a szuszogást, hallja a légvételt, hallja a mocorgást, hallja az emberi hangokat, már megnyugvás következik be. És ne felejtsük el, hogy bennünk szüntelenül ott van egy olyan kis félős lelki lény, egy kis a hajdani gyerek, aki nagyon meg tud ijedni. És hogy nem tudom, hogy gyerekkorodban érezted-e azt a szeparációs félelem vagy szorongás, néven nevezte ezt el a pszichológia, hogy egyedül marad a gyerek, egyedül maradtál, és féltél a sötétben. Hát mitől féltél? Ott volt a szomszéd szobában édesanyád, édesapád, de mondtad, hogy csak ezt a villanyt gyújtsuk meg, csak egy résre az ajtót még hagy nyitva. Miért? Mert ez magunkkal hozott, igazoltan magunkkal hozott az a félelem, amit a kisgyerek veled közöl, amit te magad is átéltél, és ami negatív stressz állapotában ez a szeparációs szorongás, hogy valami végzetes történik, hogy egyedül maradok, hogy megsemmisülök, hogy valami nagyon borzasztó dolog történik. Ugye ezt éli át a pánikbeteg. A pánikbetegnél ezek a tünetek óriási mértékben fölfokozódva jelen vannak, és mint egy kisgyerek olyan módon át tudja adni magát, bele zuhan a saját félelmeibe. Na most mindezt azért mondom el, mert a törvény úgy szólt, tehát még egyszer, nem maradj egyedül, hogyha egy olyan helyzet van, ami nagyon súlyos, veszélyes, és amikor te úgy érzed, válságban vagy, nincs mit tenned, meg is áll az eszed. És itt meg kell állnom nekem is, mert képzeld el, hogy úgy van, hogy a szorongás központ és a memória központ nagyon közel vannak egymáshoz az agyban. Hogy mikor téged ér az a bizonyos rá,
akkor tényleg megáll az eszed. Mert akkor a szorongás központ lebutítja, lebénítja az a te mentális kapcsolataidat, úgyhogy ahhoz képest, amilyen a színvonalunk, elbutulunk. Ezt nevezi a pszichológia szép hivatal. Ér az a helyzet, kettőtörvény nem ad a biológiai feszültségnek a levezetésére, hogy abból ne legyen betegség vagy ártalom, ugyan mit csinálj, és most mondom sorban. Világosan és azonnal reagálnod kell, ha te érzed, hogy feszült vagy. Kérlek! Érzed, hogy egyre nyugtalanabb, vagy azt mondod, stop, és már is alkalmazod azokat a feszültség lecsapoló formákat, amiben képzel, tudatosan megcsinálsz valamit, amiről tudod, hogy a benned lévő ősi, veled született reflexek segítenek, hogy azok a feszültségek utat találjanak, amik mennének befelé, és akkor téged de nem hagyjuk, hogy befele menjen, hanem szelepet nyírunk, mégpedig hogyan. Az első szelepnyitás a légzés segítségével. A légzéskontroll, úgy hívjuk ezt a gyakorlatot. Nem felejted el ugye, hogy mikor benne vagy a feszültség benne, hadd magad benne. Rögtön stop, megcsinálhatod valaki mással, akivel együtt vagy, családban megcsinálhatod, együtt megcsinálhatjátok. Nagyon jó. Ez pánikbetegek kezelésénél rájöttek arra, hogy tulajdonképpen, amikor valaki ennyire a megsemmisülésig tartó félelem mélységeiig begerjed, akkor nagyon hibásan lélegzik. És azt is kifigyelték, hogy milyen légzés az, amire nem csak, hogy lenyugszik venni az idegrendszer, egy olyan biológiailag követhető folyamat zajlik, aminek a programja ott van bennünk, hogy néz ez ki. Mikor kifújjuk a levegőt, akkor az alatt az idő alatt van egy ősi velünk született reflex. Tehát nem mondd, hogy te ezt nem tudod megcsinálni, benned nincs, mert van. Tehát kilégzel hosszan, ez alatt megy a szívedhez, amelyik persze így vergődik, vagy tahikard, vagy hivatalosan így mondjuk, tehát gyorsabban ver a szíved, megy a parancs, lassíts, de még tart a kilégzés. Ezért mondjuk azt, hogy hosszan lélegezzél ki, fújd a levegőt. Hosszan, ameddig a szufla tart, fújd a levegőt. És mikor a végére értél, akkor még egy picikét úgy mondjuk, hogy apnoé, vagyis még nem szívod be a levegőt, pedig érzed, már nagyon szükségem van a levegőre. 5 ilyen hosszú kilégzés. A kilégzés fázisai olyan megnyugtató programot közvetítenek a szívhez, amely szép lassan csitul. A szív üzen föl az agykéregnek, az elmének, hát tulajdonképpen idegrendszernek, de mi megéljük úgy, mint egy elme állapotot, hogy nyugszunk, egyre jobban nyugszunk, és ha méréseket folytatnék, akkor ott egy gyors béta hullám ideges feszültséget szépen normál bétává, aztán szépen az alfa irányába csökkenne, és akkor szubjektíve egy megnyugvás áll elő. Nem rögtön, és nem úgy érzi az ember az 5 hosszú kilégzés után, hogy hú, hát akkor most már minden rendben. De ha megcsinálod néhányszor szünetekkel, olyan állapot igazolható, hogy az, ami benned marad, biológiai szintű feszültség, már nem tud megbetegíteni. Ez volt az első tétel. Most sorba mondom, hogy mik azok, amik a villámhárító, feszültségcsökkentő eszközök. Tanuld meg, használd, és tudod, most csak azt mondom, én elmondom ezeket, te meg tudod csinálni, de ha te feszült vagy, és nem veszed ezeket igénybe, ne reklamálj. Akkor ne reklamálj, ha aztán majd egyszer elmész az orvoshoz, és azt mondja neked, hát asszonyom vagy uram, hát önnek eszenciális hipertóniája van, vagyis eszenciális ez a szó, azt jelenti, hogy nem tudjuk igazán az okát, stresszt okozza. Ez a szó nem jelent többet. A hipertónia meg azt jelenti, hogy fölmegy a vérnyomásod, úgy is marad. Na de képzeld csak el, ha te nem csapolgatod, nem se kinesz magadon, akkor az azt jelenti, hogy van egy magas vérnyomás szint, ami a stressz reakcióból következik. Mert ugye a stresszben mit csinál a szervezet? Akcióra fölkészül.
magasabb cukorszint minden, a májból a zsírok ugye mind be a vérbe, magas vér zsírsav szint, előfeszítés az izmainkban, rá vagyunk készülve arra, hogy akció, akció, gyors szív működés, magas vérnyomás, keringési rendszer megterhelve. Hát ez a program, hát ez ott van benned, és ez mindnyájunkban így megy. Na és akkor, mikor te stoppot mondasz, és elkezded ezt a bizonyos levezető, feszültséglevezető folyamatot, aminek a receptje ott van benned az idegrendszeredben, akkor annyi feszültségtől meg tud szabadulni, hogy nem tud maradni ez a szint, mert ugye, ha nem tud lenyugodni időben, folyamatában is jön a következő és a következő behatás. Akkor a szervezet sajnos negatív irányba is okos, azaz, hogy már lesecsitul a negatív fölkészülési reakció, hanem marad ilyen izgatott állapotban a szervezeted, és ez valójában az, amit már Seje János leírt, mint kimerülési állapot, hogy sajnos kimerül a te szervezeted. Na most hát nem is akarnék annyira a negatív irányába menni, csak a lelkedre kötni, hogy ne maradj egyedül, hogy valami akció, és hogy a feszültségnek a legintenzívebb, hogy is mondjam, mértékéből csapoljál le, hogy a többivel meg tudjon küzdeni a te okos, ügyes szervezeted. Tehát volt a légzéskontroll, most mondom, hogy még milyen reflexekkel rendelkezünk, amik segítenek, és ha tudod és alkalmazod, akkor nagyon jó. Ilyen például az Edmund Jacobson által felfedezett olyan lényegében a progresszív az ujjaimat, kezemet. Nyilván feszülnek az izmok, és az ujjaimat ellazulnak, igaz? Most arra jött rá Jacobson, hogyha fokozott intenzitással és hosszabban megfeszítem az izmaimat sorra a testemben, majd pedig hagyom, hogy a természetes, normális ellazulás állapot bekövetkezzen, akkor az egész testen egy generalizált, tehát minden izmon végig kúszó, átfogó, nagyon kellemes ellazultsági állapot jön létre. Ennek van egy olyan formája, ez, ami minket most érdekel, az azonnali segítség eszköztárába tartozik, a villámrelaxáció. Ez úgy néz ki, hogy mi tudjuk, hogy a felső végtagon ez a két kart jelenti a két karon a hajlító izmoknak magasabb a tónusa, mert ugye hát ilyen mozdulatokat kell végezni, érthető. A lábon pedig a nyújtó, mert hisz tartani kell ezt az egész testet, meg ugye amikor mi járunk, akkor egy ilyen egyensúlyvesztés és helyreállítás történik. Hát ezt, mi ezen nem szoktunk tűnődni, gondolkodni, hát a járás egy automatizmus, igaz? Na most, ha az izmainkat így sorra végigfeszítjük, mégpedig felső végtagon a hajlító izmokat, mert ott azoknak magasabb a tónusa, az alsó végtagon pedig a nyújtó izmokat, ami úgy néz ki, hogy most, ha otthon vagy és meg tudod csinálni, kérlek, csináld meg, ökölbe zárod jól az ujjaidat, nem engeded el, nem engeded el, behajlítod a könyöködet, jó erősen, bicepszek feszüljenek meg, érzed? Felkar, biceps, jó, megfeszül. Szorítsd oda a könyököd a bordakosárhoz, jó, oda szorítottad, jól van. És akkor, hogyha te föl tudsz állni, mert miért is ne állnál föl, végig az egész lábadat, az izmaidat végigfeszíted. Kérlek, feszítsd úgy végig, hogy farizmok is jó, jó feszüljenek. Aztán nyújtos. Tehát fölfelé, mint hogyha legalább 10 centit meg akarnál nőni, növő, sóhajtod a levegőt. Kifújod a levegőt. Tudod, hogy mi történik az? Én nem mondtam, hogy te lazulj el. Nem mondtam, hogy lazítsál. De ez egy remek lazulási módszer, mert a szervezet saját maga egy ilyen intenzív és tulajdonképpen szabálytalan. Nem fordul elő, hogy mi így feszítünk. Folyamat után azt mondanám neked, hogy
hogy na hát ő ideges lennél ettől a mondattól, de azt mondanám, hogy tudod mit, akkor most jól engedd el magad, még inkább ideges lennél. Mikor nagyon feszültek vagyunk, akkor rá kell feszíteni erre az állapotra, mert a tapasztalat szerint akármilyen feszült vagy, feszíteni még tudsz és tudunk feszíteni. Ez volt a második gyakorlat. A harmadik gyakorlat, amit figyelmetbe ajánlok, és még csak ott tartunk, hogy elhárítani, csökkenteni, lecsapolni, minimalizálni az adott intenzív feszültséget. Harmadik gyakorlat a következő. És hát nézzétek, a gyerekeink nagyon szeretik ezeket. Az ilyen lendítő, lendületes, dobáló, ilyen, mint a labdajátékok, ilyen ballisztikus mozgások. Tudod, milyen az, hogy fölemelem a két karom és lepottyantom. Mert ugye a piramis pálya, amelyik ezeket a mi tudatos, irányított mozgásainkat szabályozzák, a piramis pálya, az nem tud ebben a belső feszültségállapotban megsegíteni minket, de az extra piramidális, vagyis az az ősi, ami ahhoz segít hozzá, hogyha baj van, utcú neki el tudjunk futni, vagy esetleg tudjunk hozzá. Ása lehetővé teszi azt, hogy amikor mi ezeket a mozgásokat csináljuk, ugye akkor tulajdonképpen, na most hogy képzeld el, hogy fölemeled a két karod magasra, aztán lepottyantanád. De tényleg meg tudod azt tenni, hogy fölemeled a karod, és hagyd, hogy leessen. Másik karod fölemeled, és hagyd, hogy leessen. Mert a gravitációs tehetetlenség az úgyis visszahozza, és le tudod ejteni. Tehát nem azt csinálod, hogy lehozod, szépen akarod, hanem lepottyantod. Na most nagy karkörzések, lendítő mozgások, úgy mondjuk ezeket ballisztikus mozgások. Ezek nagyon jók, mert ezek olyan módon kikapcsolják a szorongás központot. Képzeld el, láttál már olyan villanykapcsolót, hogy ilyen alternatív kapcsolás. Na most a szorongás központ és az ilyen nagy mozgások, ilyen nagy lendítő, lendületes mozgások, ilyen viszonyban vannak. Nagy mozgásokat csinálsz, kikapcsol a szorongás központ, tehát akkor kérlek szépen, hát csinálj gyerekekkel együtt is, vagy esetleg munkatársaiddal együtt, hát mondjuk egészségügyi intézményben próbáltuk ki, hogy hát egy extrém túlstresszelt állapot, Istenem, hát mit csináljunk? Még időnk sincs arra, hogy mi igazán foglalkozzunk a saját állapotunkkal, de önmentő perceink vannak, és akkor gondold el, hogy egy pár percig ezeket a gyakorlatokat megcsináljuk. Nagy, lendítő, dobáló mozgások, 5 hosszú kilégzés, és a villámrelaxáció, és megújuló érzés van bennünk, és legalább tudjuk azt, hogy tettél magadért valamit. Ezek a gyakorlatok arra is valók igazából, hogy az ember azt érezhesse, hogy most én tényleg tettem valamit magamért, mert ugye ezek mérések igazolják, hogy ezek mind biológiailag valóban nagyon pozitív irányba mozdítanak. Azaz csökkentik az ártalmas feszültség szintjét, és azt a fajta kimerültségi, fáradtsági állapotot is, majd, mint látjuk, pozitív stresszekkel, kicsit megspékelve, még a vitalitásunkat is tudjuk esetleg lekerüljük. Na most, ahogy tovább ezt a gyakorlatot mondanék el, ami azért nagyon jó, mert ha te aktívan dolgozol, most ugye én ügyi dolgozó kollégáimhoz fordulok ezzel, amit most mondani fogok, hogy ugye ti mindnyájan olyan extrém feszültségben, és tulajdonképpen nem lelazítható állapotban csináljátok végig a munkátokat, hogy óhatatlanul nagyon szükséges. Nagyon szükséges, hogy legyenek ilyen tulajdonképpen időszakosak, néhány percet vesznek csak igénybe, és mégis igazolt biológiailag, hogy segítenek rajtunk. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a gyakorlatokat
ki a csillaggyakorlatot. Én ezt egy svájci intézetben, Baselben tanultam, ahol méréseket is csináltunk. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Láttad-e te már azt a képet Leonardo da Vincinek, az a, egy ember, aki be van téve ilyen hatalmas nagy körrendszerbe, teljes kiterjesztésben, lábai terpezben, karja oldalirányba. Ha netán ezt a képet láttad, akkor tudod, de lényegében arról van szó, hogy az ember zárt helyzetéből kinyitja magát, és nem akárhogyan, hanem belehelyezi magát a térbe bizonyos mozgásokkal, amely mozgásforma egy csillagot mintáz. Most, hogyha meg tudod tenni, kérlek, állj fel és csináld a következőt. Egyenesen állsz, bal karodat válmagasságban kinyújtod, válmagasságban balkar. Képzeld el, hogy a középső ujjadra rá volna egy aranyzsinór kötve, és most azt az aranyzsinórt viszed le, tehát balkar oldalt, és kérlek, a jobb lábaddal lépjél ki kicsi terpezbe, jobb lábaddal kicsi terpezbe, és vidd oda a lábodhoz ezt az aranyfonalat. Képzeletben gondolat van természetesen. Megvan, tehát bal kar, jobb láb. Most húzd ki magad így ebben az állóhelyzetedben, úgy, mintha meg akarnál nőni egy pár centit, és vidd föl oda ezt az aranyfonalat a fejed búbjára. Megvan? Most akkor a bal lábaddal lépjél ki úgy terpezbe, hogy vidd onnan le a magaslatról, le egész a lábujjaidhoz. Megvan? Megvan, kiléptél, most terpezve vagy, és most innen vezess a tartásba, itt fejeződik be. Te most leírtál valamit, ha ezt az aranyfonalat most elképzeled, ez tulajdonképpen micsoda? Egy ötágú csillag. Az ember öt fő része, feje, két karja, lába, a törzséhez viszonyítva, hogy a pont, ahol szív, tüdő, nemes szervek vannak, ez a bázis, és a csillagodnak a középponti része, és ehhez képest, tehát még egyszer leengeded, most engedd le nyugodtan karod, és foglalj helyet, és hogyha megcsináltad a gyakorlatot, akkor csak azt jegyezd föl, így elég a slágvortokba írod. Bal kar, jobb láb, fej, bal láb, jobb kar. Ha ezeket a így nyitott ki magad egy ilyen kiterjesztett állapotba, és nézed az úr, ha benne maradt, az fél perc. Tehát csak ezt a gyakorlatot, ha megcsinálod. Olyan vizsgálatokat végeztünk, képzeld el, olyan vitalitás serkentő, olyan keringési rendszer serkentő, hogy például ez és a kapilláris, a hajszál erege is tudul a vér. Javasolom, hogy csináld ezt a gyakorlatot. És akkor még egy, ami nyugodtan nevethetsz, ha akarsz, mert hogy a gyerekekkel szoktuk ezt játszani, és nagyon jókat is nevetünk rajta. Fölfedezték, hogy, és ezt mondjuk igazolták később tudományos vizsgálatokkal is, hogy a ritmus az az ember idegrendszerére sajátos hatással van. Vannak ébresztő és vannak nyugtató ritmusok. És amikor egy ilyen ritmus például, amit én tudok, akár például most itt az én íróasztalomon tudok ütni, így dobolni egy ritmust, titita, 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 tára dobban, titita, olyan módon frissítő, élénkítő. Képzeld el, hogy azt igazolták a kutatások, hogy a görög hadakat, mikor vitték a csatába, akkor ezt a ritmust dobolták, amivel pesdítették a katonákat. Most mindez csak, még ha anekdotikus volna, akkor is ne törődjünk vele, mert ez tény és való. Például társaim sokan vannak, nagyon szerettem, jó kis baráti köröm van, de ami nekünk száma, bávatok, gyerekek, olyat, ami egyszerre csak milyen élénke, képzeld el, hogy csak egyszerűen, ha
csak kapcsolod ezt a díjat, és ez egy élénk időhatású. És akkor tudod mennyi ideig? Fél percig. Fél perc, ugye lehet, mikor játékosan alkalmazok, lehet körbejárva, meg lehet dobbantani a lábbal, meg hasonlók. Úgyis csak az számít, hogy ez a ritmus a központi idegrendszer számára ébresztő élénkítő hatású. Ezen alapul a minek és az ő... Jaj, ez olyan andalító. Hát a ritmus... teszi, hogy ilyen andalító. És amikor egy olyan ritmussal találkozol, ta-ta-ti-ti, ta-ta-ti-ti, és amikor úgy beleéled magad ebbe a ritmusba, ta-ta-ti-ti, ta-ta-ti-ti. Most én ezt nem szeretném tovább hangsúlyozni, mert hogy ugye megint csak az van, hogy 30 másodpercig legalább akkor is számít, és semmi más nem csinálsz, mint hogy magadban ezt a ritmust fölidézed. Ülsz és azt mondod, ezt megengeded magadnak, akkor pusztán ezzel a ritmussal hozod egy olyan fajta andalítóbb, nyugalmibb állapotba magad, ami nézd, nem te csinálod ezt, hanem a ritmus központ maga, ami a látóidegpálya kegyféltekében, és nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy mi az, amit a közérzetben te idegességnek élsz meg, vagy relaxált állapotnak. És ugye már gondolom, már sejthetted, hogy ehhez a biológiai szabályozó rendszerhez mennyire hozzátartozik. Ugye a relaxáció, mert most azt mondhatom, mi az, amit túl az aktuális vészelhárításon, hogy lesz valaki nem maradj egyedül akcióba. Ugye ez az alapszabály. De amikor fenn van az ember életében ideig egy olyan magas feszültségi szint, hogy gondolni kell a belső, a vegetatív idegrendszert, pszicho-vegetatív kapcsolásokat megtanítani. Az idegrendszer nagyon okos, nagyon jól, nagyon könnyen meg tud tanulni dolgokat. És az, hogy megtanul dolgokat, hogy mit hogy csináljon, társításos tanulás, sokféle neveve operáns kondicionálás, ne törődjünk azzal, hogy ennek a tudományos bizonyítékai, hogy vannak, mert az hosszú időt venne igénybe, hogy én azt most leírjam, hogy min alapul az, hogyha valamit ismételsz, rendszeresen, naponta, ugyanabban az időben, nem kell hozzá túl sok idő, csak a rendszer fontos, hogy mindig ugyanazon időben ismétled, és hagyod, hogy rajtad átáramoljon egy olyan, amikor is te koncentrálsz arra, amit csinálsz. Hogy tanultál meg úszni? Hogy tanultál meg biciklizni? Tudsz autót vezetni? Na, ezt én nem is bírom megtanulni, aztán mégis megtanultad. Miért? Mert gyakoroltad. Hát ilyen az idegrendszer. Ez ugyanaz a dolog, amiről beszélek. Meg tudod tanítani a vegetatív idegrendszeredet egy nyugalmi működést. Ez bizonyos szintet fogom változtatni, hogy mi az, ami a beható ingerekre reagál. Ha én nekem az inger küszöböm alacsonyabb, ugye? Abszolút, hogy egy gyors reakció, magas az inger küszöb, azt jelenti, hogy elég sokat kell azon fáradoznod, hogy elérd ezt a szintet, és hogy elérjél, és behassál én rám. Na most a lényeg, hogy megváltozik a tanulás révén, bizonyos gyakorlatok elvégzése révén, megváltozik ez az inger küszöb, és sokkal toleránsabb, ellenállóbb leszel, sokkal jobban tűröd a magasabb feszültségű behatásokat is, és az idegrendszered nem ilyen elemi módon reagál, ilyen, nem ilyen reflexesen azonnal rossz stressz állapotával, hanem toleráns leszel. Egy bizonyos bölcsülése van az idegrendszernek, hogy hogy fogadja a behatásokat, és megedzed az idegrendszeredet.
És ez annyira áldott dolog, mert az azt jelenti, hogy védetté teszed magad a környezetedből téged érő és az idegrendszeredet bombázó hatásokkal szemben. És az, hogy legyünk ilyen, hát némi túlzás a golyóállók, hát erre ebben a nehéz világban különösen nagy szükségük, a frusztrációs toleranciánk kedvezőbb legyen. És ezt biztosítják a különféle úgynevezett relaxációs eljárások, de olyanok is, amelyek tulajdonképpen de a szolgálati program, a belső program kialakul. Mit gondolsz, hogy alakul ki ez a tanulás, hogy képes nem te magad, hanem már a szervezeted magától, mint hogy mikor vezetsz, akkor nem figyel. Oda, hogy anyas sebesség, mert már automatizálódott. Tehát nekünk annyira kell begyakorolni, hogy automatizálódjon. És mivel az ember három rendszerrel dolgozik, testével, az értelmi agyával, racionális agyával és az érzelmével, tulajdonképpen ebben a hármas rendszerben tudunk hatásokat közvetíteni saját magunkra, hogy egy gondolat, hogy például vegyünk elő egy olyan gondolatot, ami nagyon jól elképzelhető, egy olyan gondolat, hogy mondjuk te, ha szeretsz a Balatonon lenni, a Balatonon nyári meleg napon, ott heverésszel lehet, hogy éppen egy hajónak a fedélzetén, vagy egy valahol, ahol neked nagyon kellemes a parton, a homokban, és hétágon süt a nap. Most csak képzeld el, amiket mondok, hogy ezek mind-mind olyan módon hatnak a szervezetünkre, hogy bizonyította a kognitív pszichológia, hogy a elképzelés, tehát amit most mondok, azt te elképzeled, vagy emlékezel a te ilyen nagyon pozitív élményedre, vagy konkrétan ott vagy benne az, ami idegrendszerünk számára teljesen ugyanaz. Tudod, milyen jelentős dolog ez? Akarod, hogy a tested jól érezze magát? Hát akkor vidd el képzeletben arra a helyre, helyszínre, élménybe, amiben te nagyon jól érezted magad. Tehát például a legegyszerűbb kis önmegnyugtatás, hogy mikor nagyon ki vagy, akkor szépen fogod, és azt mondod, na most akkor egy kicsit kikapcsolok a szó, szoros értelmébe átkapcsolsz, valahol keresel egy nyugodt kis zugot, hogy ne tudjanak zavarni téged, és megengeded, hogy belemerülj abba a képbe, amikor egyszer nagyon nyugodt voltál, nagyon boldog voltál, nagyon jól érezted magad, és csak hagyod, hogy a szervezeted azt csinálja, amit képes, mert nem tudja nem tenni. Ezt máshogy nem tudom mondani. Ha te a képet előhívod, föntartod, beleengeded magad, az egész tested ugyanazt a választ adja, mint ott akkor abban a helyzetben. És nagyon fontos, hogy valami olyan dologgal is megismerkedjél, ami tényleg ledöbbenti az embert, hogy milyen az ember. Hogy képzeld el, mi nem a valóságra reagálunk, az, ami az objektív valóság, hanem arra a valóságra, ami a tetszett dolog, amit bebizonyított a kognitív pszichológia, hogy mi nem a valóságra reagálunk, hanem arra a valóságra, amit fölépítettünk az adott dologról a fejünkben. Tehát ezért építs föl a fejedben valami olyan valóságot, egy belső képet, ami téged elvisz a nyugalmadba, a sajátodba, a saját emlékeidnek, a tárhelyére, ahol mindezek az érzések ott szunnyadnak, és meg tudod magad nyugtatni. Mi volna, ha rendszeresen élnél ezzel? Hogyan? 28 napon át, minden nap rendszeresen, pár percig ezt az állapotot létrehozni. Megvan ennek a számos olyan gyakorlata is, amit elérhetsz, és itt a legnagyobb tisztelettel ajánlom föl. Fönn van az interneten, nekem van egy YouTube csatornám saját előadásaimból, ott megtalálod, és csak úgy díjtalanul letöltheted 5 olyan relaxációs gyakorlat, szorongás csökkentés, rákészülés a napra, hogy jól érezd magad egész nap, egy föltölts magad energiával. Ha fáradt vagy, akkor frissítő, az elaltatás segítő, a szorongásos tüneteidet oldó. 5 olyan gyakorlat van. Töltsd le, és kérlek szépen próbáld már ki. Hát végig hallgatod.
És kiválasztod azt, hogy na, ez nekem a legjobban megfelel. Ezt nagyon szívesen hallgatom. És csinálj belőle olyan programot, hogy ez lesz a te szoftvered, ami egy programot írsz 28 napon át, minden nap, ugyanabban az időpontban, azért, hogy a te az órajeladó sejtek, amik programoznak, vagyis összekapcsolják az azonos időben érkező dolgokat, és egy, mint egy gyöngysort úgy fölfűzik, és összekapcsolják. Tehát gyorsan megtanuljuk, gyakorlatilag erről van szó, hogy mindig ugyanakkor kapják azt a behatást, és azért 28 nap, mert az ember a tanulásban is holt hónapban reagál, hogy miért pont holt hónapban, kérdezz meg, hogy egy női szervezet miért pont holt hónapban újul meg, azért miért van holt fogyatkozás, holt tölte, hogy vagyunk mi kapcsolatban a bioszférával, az univerzummal. Ez messzire vezető lenne, fogadjuk el, 28 napon át, naponta, mindig ugyanabban az időpontban, nagyjából úgy azonos órában, és akkor eléred azt, hogy beültetted a programot. Ez az igazi relaxáció tudás. Persze tudod, ettől még van ilyen relaxációs válasznak nevezett dolog, mint amit mondtam, hogy na ülj le és képzeld el, hogy most te ott vagy azon a helyszínen, abban az élményben, amit átéltél, akkor is annyira jó volt, úgy élvezted, és úgy érezted, hogy jaj, de boldog vagyok. Na most ugye ez a relaxációs válasz. A válasz az azt jelenti, hogy ingert adsz, és jön a szervezetednek egy válasza. De a relaxáció tudása az hozzá van kötve ahhoz, hogy 28 napon át minden nap ugyanazon időbe beprogramozod, megcsinálod a beültetést, és utána aztán ugyanezt már, akár mikor, ha ismétled, nyugodtan használhatod, mert már tudja az idegrendszered. Na most akkor lépünk egyet, de ugrunk is egyet, mert el kell, hogy érkezzünk azokhoz a cselekvéses, kapcsolati mezőben megvalósítható és gondolatainkban, hogy is mondjam, akcióterveinkben megvalósítható igazi önvédelmi reakciókkal. Oda muszáj elérnünk, hogy mit csináljunk mi, amiről már tudományosan is igazolt, hogy nagyon megtart egészségben, megóvja a szervezetünket a betegségektől, lelkiállapotunkat pedig majdhogy nem felszabadítja, megkönnyebbíti. Az ilyen nagyon fontos, alapvető, már a spirituális dimenzióba rakható ez az optimista viszonyulás. Ez micsoda? Ugye tulajdonképpen egy olyan képesség, ami nem mérhető, hát skálázhatom az optimizmus éppenséggel, de az, hogy én mennyire vagyok kinyíló, nyitott, a jövő tervekre irányuló, bizakodó, reményteli, és hogy mennyire engedem át magam szomorú, nehéz gondolatoknak, mennyire hagyom magam, szinte, hogy bebeszélem magamnak, hogy ez borzalmas ez az egész, ebből csak rossz következett. Most gondolj csak el, hogy milyen üzeneteket küldesz te a testedhez, mikor olyan jóslatokat teszel magadra, hogy ez borzalmas ez az állapot, hát ebbe az ember ki fog nyúlni, hát ebbe meg fogok betegedni, hát ebbe tömegek betegek lesznek. Na most ezt ne. Engedjük el a rossz gondolatokat, helyettesítsük egy olyannal, és neveljük is át magunkat is, és a környezetünket is. Hogy minden egyes valami negatív fantáziára, mert hisz ez nem valóság, hát amit te elképzelsz, az nem valóság, de mégis most mondtam az imént, hogy mi nem a valósághoz igazodunk, hanem ahhoz, amit róla gondolunk. Ezért felelősek vagyunk azért, hogy mit gondolunk. És hát akkor, ha mondjuk pessimista vagy azért, mert mondjuk édesanyád, édesapád az volt, és akkor hát tőle eltanultad, letöltötted sajnos a mintát, akkor most van a pillanat, hogy egy Seligman nevű világhírű tudósnak azt az üzenetét átadjam neked, hogy van tanult optimizmus. Igenis, állítsuk át magunkat arra, hogy elengedjük a mi pessimista gondolat, ami valami szomorú, reménytelen, kilátástalan irányba vinne minket, és azt mondjuk stop. Ez egy fontos szó, hogy állj. Megállítjuk magunkat, és természetesen legjobb, mivel egyedül nem megy, a legjobb, hogyha valakit beszervezünk a családból. Egy családban a gyerekek különösen nagyon hálás és jó játszótársak ebben a nagyon ügyes átnevelő eljárásban. Ha valaki elkezd valami búsítót mondani, valami ilyen reménytelen szöveget,
akkor azt mondjuk, stop, állj le, és akkor mit kell csinálni? Hát ez az érdekes, mit kell csinálni? Azt mondjuk, úgy hívja a pszichológia ezt, hogy átkeretezés, reframing, átalakítás. Ugyanennek a dolognak, amivel eddig búsítasz minket, és tudjátok, tulajdonképpen valaki nyomja a szöveget, hogy valami nagyon negatív, azt tudjátok, mit csinál? Szellemi környezetszennyezést csinál. Ez pedig épp úgy tilos, mint ahogy a környezet ténylegesen károsító szennyezése. A lelkünket sem szennyezzük, és szennyezzük, mert valójában fantáziáról van szó, jövőképről, épp úgy lehet igaz, mint nem igaz, de minthogy az az esély, hogy amire gondolsz, az fog nagy valószínűséggel a cselekedeteidet meghatározó lenni, hát már miért ne fordítsuk akkor ezt a bizonyos hit dimenziót, jövőbe vetett hit, holnapba vetett hit, a jövőkép, miért ne állítsuk valahogy a szemafort úgy a utunkon szabadra, hogy a reménység irányába. És akkor azt mondjuk, hogy ha valaki elkezd ilyen busító szövegeket, jól van, álljunk meg, fogalmazzuk már ezt át valahogy. De tényleg azt gondolod, hogy ez lesz? Hát nem tudnál esetleg valami ugyan ilyen érvényű, hogyha azt mondjuk, hogy valami nagyon pozitív irányba történik. Nem tudnál esetleg egy-két olyan dolgot is mondani, ami pozitív. De legalább egyenlítsük ki. Aztán, hogy te azt mondod, hogy ez milyen végzetes. Na, hogyha mégis bekövetkezne, hogy valami nagyon rossz, legalábbis neked, lenne abba esetleg valami olyan, ami mégiscsak jó? Tanító mestered az életben? Tanulhatsz, okulhatsz belőle? Megpróbáljuk kiszedni azt, ami pozitív, ami előremutató, amit tanulhatunk belőle, ami hasznunkra van, vagy a környezetünk hasznára válik. És ezek azok az átfordítások, átkeretezések, amik igen-igen fontosak. Van az átkeretezésnek egyébként egy olyan formája, amit most innen üzenem nektek. Jaj, kérlek benneteket, viccelődjünk. Mert ugye magam kinevetem, ha kell, de hogy más tegye, azt nem tűröm, elmondja Cyrano a monológiában. Valami olyan, ami nagyon kellemetlen. Valójában ebből viccet is csinálhatok, és mondhatom azt, te jó ég, hogy én egy milyen kuka vagyok, hogy, de ne más mondja, bocsánat, hogy én egy milyen kuka vagyok, hogy képzeljétek, és akkor fordítsuk meg úgy, hogy derült, majdhogy nem viccet viszünk egy helyzettel kapcsolatban be a közösségi térbe. És mivel tudjátok, az a jó, hogyha egy picit is valami olyan történik, amin nevetni tudunk, mert ugye mindezek, amikről én beszélek, ilyen pozitív hangulat, vagy pozitív olyan fajta hatások, kézzeljétek el, hogy az immunrendszernek egyenesen olyan üzenet, hogy jól vagyunk, tessék ezerrel dolgozni, ezt az állapotot meg kell őrizni, meg kell tartani. Úgy gondold el, minden pozitív üzenet, minden reményteli mondat, minden olyan, amikor te azt mondod, jó, hát benne vagyunk alaposan a bajba, de hát holnap már más világ van, már minden nap más szemmel néz, lehet, hogy pont holnap közlik, hogy megtalálták azt a tökéletes vakcinát, amivel átoltható az egész emberiség. Szóval derű, optimizmus, pozitív kilátásoknak a sugalmazása és kijelentése, és ha van valami olyan, hát most már tudjátok, már vannak karantén viccek, és csak azért már ne szégyenkezem, hogy mégis egy komoly előadásban az ember nem mond ilyen dolgokat, de azért én arra kérlek benneteket, menjetek föl az internetre, és karantén viccek írjátok be, hát csak ugyan dőlünk a nevetéstől, hogy milyen szellemes az ember, hogy a nyomorúságában is milyen módon fölül emelkedik, hogy lehetősége van az emberi elmének, hogy ezzel a különleges szinttel, ami a hitnek, reménységnek a szintje, hit, remény, és az a képesség, amivel mi kötődünk egymáshoz, szeretjük egymást, ez a három dolog hihetetlen erejű, hogy fölemeljen, hogy kihúzzon minket abból a reménytelennek tűnő helyzetből. Mert a reménytelenség is a te gondolatod, nem a valóság. Azt te gondolod úgy. És minden negatív is, az csak a te gondolatod. És nem a valóság. A valóság olyan, amilyen. A baj csak az, hogy mi nem a valósághoz igazodunk, hanem a saját gondolatainkhoz. Azt üzened az immunrendszerednek,
napról napra jobban előre haladunk, és kiszabadulunk ebből, és sokkal jobb lesz. És ezt a lelki állapotot kapja meg üzenetként, persze hormonok, érzelem, hormonok formájában az idegrendszeret és a testet sejtjei, és az immunrendszer csodálatosan elkezd pozitív módon működni. Hát képzétek el, az a tudós, aki az immunrendszert fölfedezte, az olyan módon a tükör elé állította arra, ezt most nem mondom, mert a kísérletet, de döbbenetes, hogy a patkányok hogy tudják tanulással szabályozni az immunaktivitásukat. Hát most bocsánat, hát egy patkány képes arra, hogy ezerszer, különbül, pontosabban, jobban. Olyan immuntréningek vannak, gyakorlatok, amik úgy szólnak az immunrendszerhez, hogy azok még bizonyos autoimmun problémáknál is, ahol kicsit az immunrendszer saját állapotára hatékony. Mi is, tehát még egyszer, ami következik, hogy pozitív gondolatok, optimizmus, derű, humor, gondolatoknak a töltése, leállítani a szellemi környezetszennyezést, mindenkit rávenni arra, aki negatív fogalmazású dolgot mond, hogy fogalmazza át pozitívra, és hát szokás bevezetni a persejrendszert. Ez úgy néz ki, mert sajnos ugye úgy van, hogy mi emberi lények nagyon utálunk büntetést fizetni, közösség testületben lehet egy egészségügyi csapatmunkában is, hogy aki elkezd valami nagyon negatívat mondani, akkor büntetéspénz, és megegyezünk abban, hogy 200 forint, vagy 500 forint, vagy hát szóval én nem tudom mennyi, de valamennyi, amit azt is elhatározzuk, hogy az így összegyűlő pénzt közösen fogjuk majd dekailag, lelkileg meg tudjunk szabadulni az agyalá lefelé húzó erőhatásoktól, és föl tudjunk emelkedni. Úgy is nevezi a szaktudomány, hogy felül emelkedni a munkás, hogy olyasféle, mint ahogy Münchhausen saját magát, saját hajánál fogva kihúzza a mocsárból, itt a történetben van. De mi tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát a munkon, másikon is segítünk. Egy ember 7 embernek tudja a lelki atmoszféráját befolyásolni. A te hangulatja minimálisan. Akikkel te így vagy úgy, akár telefonon, vagy Skype-olsz, vagy valóságosan találkozol, vagy csak üzletbe, két szót váltasz vele. Tehát felelősség a mi részünkről, hogy mi is talpon maradjunk, de az a másik ember is eljusson oda általunk, hogy egy jobb lelki állapotba kerüljön. Visszavezet minket ahhoz a területhez, amit kitakadott ez a kultúra, ugye a vallástalanodás révén, és hogy Isten megtagadása, ugye ezzel a vallási, a keresztény kultúra nagyon megszenvedi ezt a fajta viszonyulást, ezt a Isten nélküli viszonyulást, mert ugye Isten és a vallás szertartásaihoz kötődik sok minden olyan, ami a lelki életben nagyon fontos. Egy példát mondok. Aki vallási nevelést kapott, mert hát nyilvánvaló, hogy ugye az tudja ezeket elsősorban igénybe venni, ezeket az egyházi megtanult önsegítő módokat, az megtanul imádkozni. Aki tud imádkozni, az ima, hát már könyvtelen, hogy szakirodalom, hogy vizsgálják az ima pszichológiáját. Képzeld el, olyan hatással van az ima, mert mikor imádkozol, akkor mit csinálsz? Hát befele fordulsz. Most nem a szokványos közös imák elmosolásáról van szó, nem amikor te kapcsolatot létesítesz a magasabb erőkkel. Úgy mondjuk, hogy kinyitod, mint egy a reménység csatornáját, és azt mondod, mivel én már nem tudom kontrollálni az eseményeket, én nem tudok már mit csinálni. De
fentről várok egy megváltó segítséget. És ha te ezt a hitet kisugárzod, ez egy olyan fajta állapotot csinál a két agyféltekét között, valami olyan békés és olyan nagyszerű állapotot. Most, hogy ez mi által áll elő, ne tegyétek föl nekem a kérdést, mert én csak azt tudom elmondani, hogy előáll egy jó állapot az ima hatására, de még azt is megvizsgálták, hogy aki imádkozni tud, milyen ima az, ami ezt az állapotot létrehozza. Ha valaki egy nagyon haragvó, büntető Istenhez imádkozik, az nem jó hatású. Ezt is megvizsgálták. De ha valaki egy olyan istenképhez imádkozik, Isten a szeretet, Isten maga a szeretet, Isten az, aki mindig megsegít, Isten az, aki ezt folyamodhatom. Ha te ezt a hitcsatornát meg tudod nyitni, akkor óriási pozitív hatása van az imának. Mindaz, amit az imával kapcsolatban elmondtam, elsősorban azokhoz szól, akik spirituálisan aktívak, akik az ima lehetőségével, vagy a fohásszal, vagy a hálaadás lehetőségével élnek. De tulajdonképpen mindnyájunk számára adott ez. Hát nézzétek, mindenki hisz valamiben, valakiben, hogy az ateista is hívő a maga módján, csak másban hisz, mint a vallást gyakorló ember. Minden esetre a boldogság pszichológia azt üzeni, hogyha neked van egy saját valamilyen hit életed, hitvallásod, tehát hiszel valakiben, valamiben, hiszel egy magasabb erőben, megcsinálod a saját személyes, úgy mondja a pszichológia, a saját filozófiádat, akkor ennek óriási megtartó értéke van. Nagyon egészség a jövőt illetően is, tehát vitalitás generátor, élet erősekentő. Most hát sorba beadódnak nekünk, hogy a nehéz, rossz helyzetekben fizikailag mit csináljunk, lelkileg mit csináljunk, kapcsolatainkban mit csináljunk. Nyissunk most még egy kicsit a társas kapcsolatokra, kapcsolatainkra, családi kapcsolatokra. Hát nézzétek, ez egy csodálatos terület. Egyrészt azért, mert a boldogságkutatás igazolta, hogy az embereknél kultúra függetlenül és etnikumtól függetlenül a legjelentősebb boldogságforrás az, hogy van valakid, akit szeretsz és aki viszont szeret. Ez az első tétel, amit egy Harvard Egyetemen végzett vizsgát 75 éven át vizsgálták. Most nincs mód, hogy belemenjek, hogy csinálták a vizsgátot, csak az eredményt akarom mondani. Ha neked van valaki, akit szeretsz és viszont szeret, és te vagy az, akire annyira szükség van. Úgy nevezte Angyal András pszichológus, hogy szükségeltségi szükséglet, hogy te rád valakinek annyira nagy szüksége van, hogy azt mondják, nélküled megállna az életem. Tehát ez a kapcsolati erő az, ami első, ami leginkább egészségben tart, és ami azt a komfortérzést, hogy érdemes élni, jól érzem magam a bőrömben, elég megelégedett vagyok, elég pozitív élmény van az életemben, ugye ez maga a boldogság, ha a definíciót keresünk, megelégedettség, és elegendő pozitív élmény az életemben. Hogy te ezt átéld, ahhoz az első tétel, hogy legyen valakit, második tétel, hogy legyen családi életed, a családban valamely szereped, de legyél családon belül, tehát közösségen belül, a harmadik pedig, hogy legyen egy olyan baráti köröd, baráti vagy egy ilyen, úgy mondja a pszichológia, referenciacsoport, szóval olyan emberek, egy kis közösség, akikkel tudsz ilyen lelki-szellemi anyagcserét, hogy úgy mondjam, szóval össze tudsz ülni velük, meg gondolkodni a világról, a helyzetünkről. Egy nagyon szép vers jutott eszembe Berzsenyi Dánielnek a versát. Nagyon érdekes, mert ódon veretű a szövege, ős, vagy a nagyon-nagyon régies magyar. Szívemnek ember és rokonkebel kell, kivel megosztja érzeményeit. Elmémnek elme, mely megértheti, melyben sugárit tükröztetheti. Hát most ne furcsálkodjunk ezen, hogy van a stílus, de a tartalma ennek a kis versnek hatalmas nagy. Szívemnek ember és rokonkebel kell. Hát látjátok, ez rokonkebel. Hát ki a rokonkebel?
akit eléggé szeretsz, becsülsz, és akivel jól érzed magad az életben. Na most hát, hogyha mi azt nézzük, hogy mi az, ami tulajdonképpen a stressz nehéz helyzeteiben megtart a kapcsolatoknak ez a szeretet faktora, és már is ott vagyunk, hogy a hit és a remény kiegészül ezzel a harmadikkal, a szeretettel, hogy úgy látszik, hogy ez a három valami olyan alapvető pillér az emberi életben, hogy nem kell ahhoz különösebben vallásosnak lenni, vagy ne köst esetleg valami ilyenhez. Noha tudjuk, ugye hát azt, én magam hívő vagyok, és ezért merem mondani, hogy ugye Pál levele a korintusbeliekhez, azt gondolom, hogy ez a szeretet himnusz, és ahol mondjuk az kerül valahogyan elmondásra, hogy mégis mekkora hatalmas ereje van a szeretetnek, azért ez nagyon tiszteletre méltó. De hát, ha valaki, mint mondtam, nem vallásos, hanem másfajta hite van, én a legnagyobb tisztelettel hajlok meg előtte. Úgyis a te hited megtart téged, csak azt tudatosítsuk, hogy ez a képesség, ez a spirituális képessége az embernek, ahol nincs bizonyíthatóság, csak a te fejedben van a bizonyíthatóság. Ez valami hatalmas erő a mi életünkben. Tehát akkor társas mező. Úgy nevezi a pszichológia, hogy a társas támasz coping. A coping az az angol neve a megküzdési, a bajokkal való megküzdési módszereknek. Társas támasz. Legyen olyan, akiben bízol, akit szeretsz, és viszont ahová tartozol, legyen egy olyan, amire azt mondod, hogy ez az én otthonom. Mert ugye, amikor te hazamégy, akkor megkérdezhetem, hova is mégy? Te mondod, hát haza. Ez a haza egy több jelent. És hogy mire mondod azt, hogy a te hazád? És hol vagy te otthon? Otthon lenni? Már a boldogság, valahova tartozni, mert az ember ilyen odagyökerező lény, és mindannyiunknak vannak olyan fantasztikus transgenerációs gyökerei, amiről a transgenerációs pszichológus kódolt egy olyan odatartozási gyökér tényező, amit tovább viszek magammal, és amit aztán valahogy úgy élek át, mint ahogyan Tamási Áron Ábel Amerikában című regényében írta, hogy miért is vagyunk mi a világon? Hát, hogy valahol otthon legyünk benne. Most hát, amit eddig el tudtam mondani, és amit összeszedtünk itt Dióhéjban, az mind arról szól, hogy hogy maradjunk talpon, és hogy hogyan segítsünk magunkon, hogy segítsünk a másikon, és állíthatom, ha te valamit egyedül már tudsz csinálni, azt nagyon jól meg tudod tanítani másnak. És hogyha van egy együttesség, ahová te gyökeresztél, ahova tartozol, ha van otthonod, ha van egy társas mező, akkor az ember minden nehézségen túl van, és minden túlél. Viktor Frankl, aki írt egy csodálatos könyvet, ő túlélte a koncentrációs tábort, és mégis mondj igent az életre címmel, egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort. Ez a könyvének a címe, a következőt írja. Ha az embernek van kiír, van miért élni, akkor minden hogyant elvisel. Így ennek jegyében szeretném most úgy befejezni ezt a gondolatmenetet, az előadást, hogy nagyon megköszönöm, hogy velem tartottatok, és nagyon szívből mondom nektek, nekünk van személyes felelősségünk, és ne várjuk, hogy majd valaki más az, aki megsegít minket. A kulcs benned van, forgasd a kulcsot a te saját szentélyed ajtaján, te legyél ebben nagyon palérozott, hogy mit kell csinálni, és így tudod tanítani másnak is. És mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Minden reggel, ha felébredsz, beteszed a fejedbe a gondolatot. Talpon vagyok, egészséges vagyok, vidám vagyok, és az is maradok. Légy szíves, üzenj pozitív dolgokat azért, hogy az immunrendszered úgy válaszoljon, hogy nagyon jól megvéd téged minden beható ellenséggel szemben. És hát akkor most, hogy befejeztem előadásomat, megköszönve a figyelmet, azt is megköszönöm, hogy szép számmal adtatok nekem kérdéseket.
És akkor most szeretném, hogyha visszakapcsolhatnánk egy pillanatra, hogy hogyan is állunk időben, és akkor szabad-e nekem ezekre a kérdésekre válaszolni, vagy hogyan gazdálkodjam az idővel. És köszönöm szépen. Természetesen van lehetőség, legalább fél nyolc, hét óra, fél nyolc, ahogy professzorasszonynak jó, vagy amennyi nagyszerű szüksége van. Nagyszerű. Természetes. Igen, hát nagyon örömmel, és meg 13. Igen, 13. Ami nagyszerű, mert egyik jobb, mint a másik. Az első, hogy mi a vélemény a szociális kapcsolatok korlátozása, milyen negatív pszichoneuroimmunológiai folyamatokat idézhet elő. Hát nagyon köszönöm, mert ugye a karantént mind kipróbáltuk, és adja ég, hogy ne ismétlődjön meg a legszigorúbb karantén helyzet, amit már bizony kipróbáltunk. Valójában most is éppen volna rá alkalom, hogy ezt tegyük, de szerencsére ez az ás nem érvényesül, mert mi van az emberrel karanténban? Prizonizációs effektus, börtön szituáció, börtön effektusnak nevezi a pszichológia ezt. Be vagy zárva egy külső parancsra, az életed van veszélyben, nincs mese, engedelmeskedned kell, holott egy felnőtt ember nagyon nem szeret parancsra engedelmeskedni valakinek, mert úgy el tudom dönteni, hogy én mit akarok. Dohányzom, nem dohányzom. Ártalmas? Az én szervezetem, vagy a saját életemről van szó. De ez esetben nem csak saját magadról, hanem a másik emberről is szó van, és a felelősség, és a morál mindenképpen oda parancsol, hogy tartsd be, és akkor mi következik? Egy olyan, azt mondjuk a zárt tér, mert tulajdonképpen a falak között összezárva, ez egy olyan belső feszültségfokozódást eredményez, ami szinte roppanásig növekvő feszültségben sajnos haladhat nagyon negatív irányba is, és itt jön a mi személyes felelősségünk, ha tudván tudjuk, hogy ez egy olyan közeg, amiben nekünk nagyon végig kell gondolni, hogy mit csinálunk a karantén helyzetben, hogy ne legyen agressziófokozódás, ne legyen olyan immunstimuláció, ami negatív, tehát, hogy pozitív hatásokat generáljunk inkább biológiailag is, hisz elmondtam az útját, hogy mennyire a gondolatok által meghatározottan még az immunrendszer is arra válaszol, hogy mi hogy viszonyulunk a világhoz. Tehát nagy a felelősségünk. Tulajdonképpen vannak, ha úgy maradunk olyan tudatlanságban, mint amilyenben általában sajnos vagyunk, mert nincsen pszichológiai oktatás, nincs olyan ismeret átadás, hogy ilyenkor mit csináljunk. Hát ha úgy maradunk, akkor a vége az, hogy hajba kapunk, egymásnak megyünk, és esetleg családon belül erőszak jelenségek fordulhatnak elő. Tehát nem már, hanem tudjuk azt, hogy mi a teendő ilyenkor. Egy zárt térben, bekeretezett időben rendet kell teremteni a káoszban. Egy, strukturálni az időt. Pontos napi rend, pontos időbeosztás, pontos cselekedet megtervezés. Kivételesen nagyon kötni kell magunkat a kis családi közösség közösen kialakított szabályaihoz. Na most azért én villám gyorsan elmondanám, remélem, hogy nem megy közül, de a karanténban úgy van, hogy más a helyzet, ha a magányba van valaki, mert akkor nagyon kell segíteni, hogy ne maradjon egyedül. Hogy legyen valaki, akivel a szellemi kapcsolati köldöksinort tartja, tehát nagyon kell gondoskodni róla, hogy legyen kapcsolat. Ha kettesbe vagyunk, akkor két eshetőség van, hogy nagyon szeretni fogjuk egymást, és nagyon kifejezzük azt, hogy mi jaj, de jó, hogy így összetartozunk, hogy mi így szeretjük egymást. És hát ebből a szeretetből, szerelemből aztán minden fajta pozitív következmény is adódhat. A másik lehetőség sajnos az, hogy egymásnak megyünk, és hogy úgy tönkre megy a kapcsolatunk, hogy ulatok, és akkor sajnos kártékony következmények vannak. Ilyenkor azt mondom, fegyelmezd magad, felnőtt vagy. Mondd azt, ha így begerjednek a negatív indulatok, álljunk le, stop, nincs tovább. Majd ha elmúlt a karantén, majd akkor fogjuk megbeszélni normál
tudatállapotban, normál, beszámítható lelkiállapotban a bajainkat. Három személyes helyzet. Két szülő mondjuk és a gyerek. A szülők szövetkezhetnek a gyerek érdekében, hogy fényesítsük meg ennek a gyereknek az életét, az, hogy végre eleget vagyunk vele, de az is lehetséges természetesen, hogy a két szülő az egymásnak feszülő indulataiban a gyereket tekinti olyannak, puffernek, akin aztán minden sérelmét leverheti. Olyan is lehet, amikor a gyerekkel eléggé, hát rosszul bánnak, hogy úgy mondjam, ezen az áron próbálják kialakítani az élhető egyensúlyt. Olyan is lehetséges, amikor egyik szülő a gyereket bevonja ebbe a paktumba, koalícióba, hogy segítsen a gyerek haragudni a másik szülőfélre. Hát ha jól odafigyelünk, hogy miket művelünk együtt hármas helyzetben, akkor kerüljük ezeket a játszma szintű, nagyon veszedelmes koalíciókat. És akkor nézzük meg, hogy a többszemélyes helyzet dinamikája, mert amiről beszélek, most kapcsolatdinamika, ha akarod, ha nem, történnek dolgok, és abból történnek, hogy együtt vagyunk. És az gerjeszti be az a légkör és az együttlét ezeket az eseményeket. Négyes vagy több személyes helyzetben alapvető szükséglet, hogy legyen családi tanács. Meghatározott időkben egész heti tervet megcsinálni a karanténra. Mikor, ha az apa home office-ba dolgozik, vagy az édesanyja, ha valaki még bizonyos időközönként engedéllyel kijárhat ebből, mindent megtervezni úgy, hogy legyen napirend, a gyerek is beleszólhasson abba, hogy mit csináljunk, és legyen ebben a napirendben program. Legalább óránként egy pár perces mozgásgyakorlat valami, hát például ugye ezek a nagy mozgásos lendítő szorongás csökkentő gyakorlatok nagyon, de hát akármit is, hát bármit lehet. Hát tulajdonképpen mikor a jóga és a különböző mozgásformák, az otthoni torna, hát ezek mozgás, ez mind-mind nagyon jó. Tehát legyen ritmusa, a napnak az legyen, hogy agyon dolgozom magam, aztán esteme, jaj, nem is mozogtam semmit, hát akkor gyorsan mozgok egy kicsit. Üljenek benne játékos és szabad elemek, én idő, ahogy szoktuk mondani. Hogy ne csak beletemetkezzünk, hogy na végre akkor megcsinálom az ezt, azt, amazt, amit eddig elmulasztottam, hanem legyenek strukturált időszakaszok, amikor a család játszik együtt, állunk rá máskor beszélgetni. És akkor ezzel nagyon jó egyensúlyt tudunk teremteni. Egyelmen is múlik belátáson, hogy nem tehetünk mást, mert ezek azok az eszközök, amik megvédik a mi életegyensúlyunkat a karanténban, hogy ne legyen pszicho-neuro-immunológiai olyan súlyos károsodás, hogy belebetegszünk a karantén helyzetbe. Következő kérdés, stressz, aggódás, betegségtől való félelem kezelése gyógyszer nélkül. Ez a három, a stressz, figyeljetek csak így, hogy stressz, ez nem célszerű így használni azt a szót, negatív stressz vagy pozitív stressz. Miért? Mert stressz nélkül nem élhetünk, mert az idegrendszernek úgy kell a inger, környezeti inger, hogyha becsuknak, elzárnak, akkor abba belebetegszem. Tehát kell inger. Barbara Fredrickson mondta azt, hogy ha te stresszmentes életet akarsz, akkor kérlek, ne járjál dolgozni, és ritkítsd a családtagjaiddal való találkozást. Akkor nem lesz stresszhatás, nem is lesz az életed semmi, mert az élet maga stresszeken át megküzdési folyamat, mindig az aktuális nehézséges, ez tart igazából az agysejtjeidet a konfliktusokon való felülkerekedés, és az, hogy megküzdesz vele, az élesítés, nem fogsz elbutulni, és nem záfull be az agyad, hanem tréningben van, az, hogy mozogsz és cselekszel és dolgozol, az fogja a mozgató szerveidet megóvni a korai előreged. Ezért, hogyha nyugdíjas vagy, ne ülj le a tévé elé, hogy csak azt nézd naphosszat vagy sorozatműsorokat, hanem inkább csinálj jó kis időbeosztást, csinálj mindenfélét, amire nem jutott időt korábban, aktív legyél. Minél aktívabb vagy, annál inkább megőrződik a te fiatalságod. Na szóval, a stressz, az aggódás, a betegségtől való félelem. Ez azt szerint, hogy valaki pessimista vagy
optimista, ahogy elmondtam, eléggé különbözik, és itt megint csak nem is tudom, legszívesebben könyörgőre fognám, lásd már be, hogy nem megy, hogy pessimista maradj. Ne csináld, mert saját magad viszed a sírba. 45 éves kor után, mint a Harvard Egyetemi vizsgálat igazolta, a pessimisták közül többen már a kísérleti követést. És a vizsgálatban több szív- és kézbetegségek, addikciók és a depresszió. Ezeknél az embereknél sokkal több, nagyobb arányba fordult elő. Hát mi azért élünk, hogy belehajunk az életünkbe. Pesszimizmus, ne! Tanítsd át magad és környezetedet. Derűs a jövőre ki, akiknek van jövőképe. Nagyon szépen kérlek. Az aggódás tehát így törölve, a betegségektől való félelem, hát lényegében bármitől tudunk félni. A félelem az micsoda? A szorongásnak, a diffúz tehetetlenségi feszültségnek a rácsapódása bizonyos dolgoktól. Hát van a félelemnek olyan formája is, a fóbia, amikor irreális dolgoktól félek, olyantól, ami közmegegyezésesen nem félelemkeltő. Számomra az egyik legbizarabb fóbia, legdöbbenetesebb, mikor valaki a lapulevéltől retteget. Lapulevéltől. Érted? De akármitől lehet rettegni. Miről van szó? Félelem, a szorongás, az tárgytalan, annak nincsen tárgya, rácsapod valamire, ráteszed valamire, agorafóbia, nem megyek ki az utcára, mert meghalok a nyílt terekbe. Klausztrofóbia, nem megyek le a metróba, nem ülök be liftbe, mert végem van. Hát itt csak arról van szó, hogy rátetted az adott dologra. De ezek nagyon szépen kezelhetők, és attól függ, milyen súlyossági fokú. Mert amikor eléri a pánik fokot, a rettegés, akkor úgy kell, hogy gyógyszer is, azzal leszedjük azt a feszültséget, ami miatt az idegrendszer nagyon extrém, nem igazán jó munkaképes állapotban van, és utána szépen fölbontjuk az egész szerkezetét, hogy úgy mondjam, az előállt állapotnak, hogy honnan ered, mi hozta létre, mi tetézett, mi által állt elő, és szépen ezt fölbontjuk, szétbontjuk, és okilag gyönyörűen tudjuk befolyásolni az állapotot. Tehát röviden ennyit bírok róla mondani. Mentális betegséget gyógyítani hogyan lehet? A mentális betegségek összefoglaló név, gyűjtőfogalom. Annak különböző rendszerei vannak. Vannak az elme betegségek, a legsúlyosabb valósággal való kapcsolatnak a súlyos zavarai. Tartoznak ide, halusz mondjam, a legsúlyosabb fok. Esetleg képek, borderline, nem szoktuk mondani a határképek, hogy olykor súlyosabb, olykor kevésbé, és de azért még megvannak egy középúton személyiség zavarok összefoglaló néven. Vannak kategóriák, hogy végek, milyen csoport azok a reaktív, szituatív, mikor egy környezeti behatás benned előidéz ezt vagy azt, és ezek azok a nagyon jól megfordítható életvezetési zavarok, kapcsolati zavarok, stb., amik mind-mind tulajdonképpen pszichológiai oldalról jól kezelhetők, és így is kell kezelni. És hogy lehet gyógyítani, attól függ. A elme állapotoknál feltétlenül pszichiátriai ellátásra van szükség, de pszichológiai rehabilitációs kezelésre is, a személyiségzavaroknál hosszú-hosszú-hosszú terápiákra van szükség, hogy legalább egy egyensúlyi állapot elérhető legyen, és a ilyen reaktív vagy könnyebb állapotoknál pedig döntő a pszichológiai beavatkozás. Hát most nagyon gyorsan dióhéjban elmondtam. Gyakorlati tanácsok nagyon érdekelnének a stressz témakörében. Szeretném megkérdezni, aki ezt a kérdést felvetette, meg vagy elégedve ezzel az előadással, hogy igyekeztem összeszedni, amit csak ember egy ilyen helyzetben tényleg külön, speciális tanfolyamok elvégzése nélkül, ami ott van, kéznél van, amivel élhetünk, mint pozitívummal, vagy mint segítővel. Elég ez egyelőre mai napon, mert már ugye tankönyvek szólnak erről, monok
gráfiák, hatalmas irodalma van, hát többet most nem lehet belítani ebbe az időbe. Következő kérdés. Édesanyám gondozó, otthonban dolgozik, a Covid alatt is feszült. Mi van, ha Covidos, mi van, ha karanténba kerül, elengedik-e szabadságra? Az otthonban feltűnhet a Covid, késtek a teszteléssel, nincs tájékoztatás, nem tud koncertálni, figyelni. Posztraumás szindrómára gondolok, nem tudom, mit tudnék segíteni neki. Hát egyrészt a poszt az azt jelenti, hogy utó. Ez nem utó, ez valóban egy traumatizáló szituáció, és valóban az maga, hogy nincs információ, a lehető legnehezebb dolog az emberi életben. A stressz törvény, képzeld el, mit mond, a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalan. Belegondolsz ennek a mélyére? A biztos rossz miért jó, ha tudom a biztos rosszat? Tudom, hogy mit kell akkor csinálni. Most ebben a szituációban, amikor kin nem remélheted, hogy megjavulnak a helyzetek, kin az van, ami van, a belső erők. Ezeket kell megerősíteni. Elsoroltam mindent, amit igénybe lehet venni. Egyedül nem megy, állj mellé, légy vele, legyél, erősítsd, töltsd azt a fajta rendszert, amit a hitnek nevezünk. Miben hisz, hogy holnap optimistává, derűlátóvá, reménytelivé próbált hangolni. Milyen módon teszi ezt meg, hogy biztosítsd, hogy nagyon szereted, és hogy nagy szükség van arra, hogy ő talpon maradjon, és hogy mindig arra gondoljon, hogy neki muszáj, hogy talpon maradjon, mert nagyon boldogtalan lennél, tönkre menne az életed, ha ő nem volna. Hát ezek az éltetők. Hát ezek az éltető erők, vitalitás generátorok. Én ettől többet nem tudok sugallni neked, mert nincs más eszközünk ebben a helyzetben. Ezt viszont akármilyen bőséggel alkalmazhatod. Következő. Orvosként hogyan tudok segíteni a munkatársaimnak, mikor érzem, hogy eluralkodott a félelem, stressz a pandémia kapcsán? Úgy gondolom, hogy itt nagyon számít az a kedves kolléganő, nagyon számít az a fajta realitás, ami nem próbál rózsaszín eget festeni az égre, hanem nem akarja az eget rózsaszínre festeni. Nagyon fontos, hogy realista módon, amit tudtok, ez most a helyzet. Benne vagytok, és ezért nem is lehetne megtéveszteni. Ez van, mi összetartozunk, mi egy csapatot alkotunk, szövetségesei vagyunk egymásnak, amíg ez a szövetség működik, amíg egymásnak tudunk segíteni, addig biztos, hogy mi egy olyan erőt képviselünk, ami fölülírhatatlan, ez az, ami minket megtart, mi tudjuk, hogy egymásért is hogy vállalunk felelősséget, és akkor te, aki orvosként egy stábot tudsz irányítani, struktúrált az időt, amikor ellátjátok a beteget, iklas közben energiacsillag gyakorlatot csináljatok, mozgásgyakorlat, úgyis kell mozgás, hát most vagy elfogadod, hogy ezek mind olyanok, ami kipróbáltan nagyon jók. És akkor mondd el, hogy tekintettel arra, hogy a tudásunk mai szintjén ezek azok, amik segítenek nekünk fizikailag, biológiailag. Csináljuk meg ezeket a mozgásolni, próbáljunk talpon maradni. És ugye ezek nagyon fontosak, hogy igen, valaki valami fontosat szeretne mondani, ugye? Mert bejött egy olyan, hogy rosszul látom, már el is tűnt a kép. Jó, nos, tehát az a sugalmazott és az a fajta a közti adott egymásba vetett bizalom az óriási erő. A Gogol Béli Vígnapjaim című regény, vagyis hát írása jutott eszembe, ahol úgy gondold el, hogyha képesek voltak ezek a tényleg halál kurzusokat tartani, amik arról szóltak, hogy majd, hogyha kiszabadulnak utána, majd mit fognak csinálni, az jutott eszembe a jövőbe a nyúló perceket, ami arról szól mindenki, aki elmondja, mit csinálok, ha elmúlt a Covid, mit csinálok, ha, és csak a jövőre gondolni, csak arra, hogy természetesen túléli. Tető erő összeköt azzal a jövő
ugyan fiktív hatalmas erőt, ami olyan, mint hogyha vonzana, húzna kifelé abból az állapotból, amiben veszélyes volna beleragadni. Hetedik kérdés. A relaxáción kívül milyen egyéb lehetőségeket javasol professzor asszony a stresszel való megküzdésre? Hálásan köszönöm, a tőlem telhetőt elmondtam. A megküzdésnek azok a úgymond kognitív módszerei, amiben kikerüljük az agyalást, a ruminációt, és elkerülünk minden olyat, húznak, és minden olyat alkalmazunk, ami előre visz, jövőre nyit, ami egy kicsit elmozdít abból, amiben vagyunk, és ebben nagyon fontos, hogy ezt őszinte szívvel higgyünk benne, bízzunk benne, és erre erősítsünk rá. Ezekből elmondtam egy sort, most a pillanatban többet már nincs lehetőség, hogy beszéljek róla. Nyolcadik, a munkahely elvesztés esetén mi a stresszkezelés formája? Nagyon örülök neki, hogy erről beszél. Formája. Mi kapcsolatot nem jelez. Kapcsolatban vagyok? Igen. Kapcsolatban igen. Vagyok? Akkor jó, mert én nekem most a kép teljesen egy ilyen... A Zoom-nak az alap, behívó alapképét látom, de ha hallatok engem, akkor nincs probléma. Tehát van is rá példa a karantén időből, hogy többen jelentkeztek, hogy vége, nincs munkahelyük, mit csináljanak, és mondtam, van neked barátod? Van neked olyan, aki esetleg olyan kollega ugyanazt csinálja, mint te? Van még hasonló helyzetben ember? Na akkor légy szíves most az a interneten, keresd meg, hogy azonos foglalkozásban, őnek is sincs állása, és összedugni a fejet, és kitalálni, hogy merre fogtok kiszabadulni, és amint egy kis lehetőség adódik, hogy a karanténból kibújjon az ember, mi az, amihez hozzáfogunk. Nincs állásunk, de majd megcsináljuk mi a saját. Mihez fogunk, ami lehetőség. És az a tapasztalat, hogy amikor az ember nyit a jövő felé, mágikus a hatása ennek, egész csodálatos, ez ilyen az emberi lélek. Amint a jövőről elkezdünk gondolkodni, a lehetőség elénk jön. Nagyon szépen kérlek benneteket, próbáljátok ki. 50 éve vagyok pszichológus, rengeteg az ilyen irányú tapasztalatom. Ha te hagyod magad belesüppedni a nincsbe, ott is maradsz. Ha te kinyitsz, és aktív leszel, és utána megy, és keresel, és ahogy keresel, mintha azok az erők bemozdulnának, amelyek a te keresésednek megfelelő válaszok az életben. Társat keresni, szövetséges partnert keresni, új lehetőségeket kitalálni, az ember hihetetlenül kreatív. Csak ne maradj benne a szomorúságban. Fél év alatt egy munkanélküli ember depressziós beteg lesz, tehát beteg. Ezt ne engedjük. Mi a depressziónak az ellenpontja? Éppen kiszabadulás a múlt és a meg... ...gyereket jelentkezésére. Ez olyan csoport eszébe jutott a pszichológus, illetve pszichiáter volt az illető, aki ezt kipróbálta, azt kérte, hogy beszéljetek már olyan eseményekről az életetekben, ami nagyon pozitív volt, ami olyan jól ott van a szívetekben, hogy jaj, de boldog voltam, de jó volt, még úgy volt. És akkor kiderült, hogy pusztán az a tény, hogy elkezdenek beszélni azokról, a szépsége, átélt pozitív élményekről, amik hát benne vannak a saját emléktárukban, sokkal jobb állapotba kerültek. Na ez is bizonyíték, hogy csak kimozdulni abból, amiben megrekedtünk, hatalmas a jelentősége. Keresel partnert, kerestek együtt ötletet, kerestek megújulási lehetőséget. Következő kérdés, mit tegyünk, ha mint családfő, anya egyedül idegileg nem tudunk megbirkózni a sok ismeretlen teherrel? Vírushelyzet, a felnőtt nagygyerekeim is verbálisan bántanak, nem értünk egyet, nem tudok kimenekülni ebből a helyzetből, így kell vele lennem bezárva a karanténba.
Hát ez csak ugyan egy olyan többszörös karantén helyzet, ami lelkileg is karantén, fizikailag is egy nagyon bezárt helyzet. És az kérdésem az, ugye mindig az a kérdésem, hogy egy bezárt helyzetben hol van mégis valami rés, amit ki lehet, amin keresztül ki lehet a jövő felé nyúlni és nyitni. Én határozottan tudom, hogy van olyan szociális segítség. Elmondom őszintén, például a karanténban nem akartam a tőlem nagyon távol lakó szeretteimet kérni arra, hogy segítsenek, hogy ne kelljen kimozdulnom, és akkor hozzanak élelmiszert, és a szociális kapcsolatok csak telefon, csak utána menés, hogy segítenétek, és már is szállt. Szerintem, ha én tudnám a nevedet, akkor én most ezt szólok, akinek van segítési lehetőség ebben a nehéz helyzetben, álljon kicsit melléd. Mert még tudod, hogy még az is segítene, hogy mindazt, ami így panaszként benned fölgyűlt, és csupa-csupa keserűség, hogy azt szabadíts föl magadban, nyisd meg a lelked ajtaját, hogy ezt el tud mondani valakinek. Legyen valaki, aki csak meghallgat, legalább meghallgat téged. Aztán egymásba biztosan tudnának is segíteni. Aztán még egy, hogyha én a gyerekeimben elkezdek úgy bízni, hogy ti vagytok az én igazi segítségem, büszke vagyok rá, hogy ti mennyire tudtok segíteni, milyen felnőttek, milyen érett, milyen okos, milyen nagyszerű gyerekeim vannak. Ha te ilyen módon fordulsz a gyerekeid felé, csupa dicsérettel, csupa megerősítéssel, nézd, mindnyájunknak szüksége van az elismerésre, hogy érünk valamit, hogy vagyunk valakik ezen a világon. Meg lehet fordítani indulati helyzeteket. El lehet érni, hogy az ellenségből barát legyen, hogy a negatív viszonyulásból pozitív legyen. Szóval egy kicsit ilyen irányba mozdítanálak téged. És tényleg arra kérlek, hogy vedd számba, hogy kik azok, akik a te világodban elérhetők, és merjél segítséget kérni. És nagyon együtt érzek veled. Én tudom, hogy amit te leírtál, az pontosan úgy van lelkileg. De pont ezért mondom, tudj segítséget kérni, tudjad megkeresni, hogy ki a te embered, azaz, hogy ki az, aki neked majd nem mond nemet, hogyha megkéred, hogy ebben abban segítsen. És egy kicsit kiszabadulsz, akkor egyre nagyobb lesz, és egyre jobban kinyílik az ajtó. A 10-es kérdés, Covid-ban meghalt életerős, egészséges, 69 éves apukám, keresem a választ a miértre, nem találom, nem tudok nyugodni, mit tegyek. Itt nagyon konkrét leszek. A gyászban ne maradj egyedül. A gyászt meg kell osztani valakivel, nagyon bőségesen lehetőséget adni arra, hogy az, akit te elvesztettél, minden emléked, minden vele kapcsolatos a felszínre, hogy köszönetet tudj van valaki jelenlétében is, hogy volt egy ilyen ember, aki ő volt. Tudjál így virtuálisan is köszönetet mondani mindenért, tud elmondani, ha valamit nem tudtál elmondani neki, mert valahogy nem sikerült valamit elmondani. Tud, milyen jelentősége van, hogy az ember fölszakítja ezt a letokolt sebet, és elmondja. És ha van megértő fül, aki meghallgat, a te gyászod is szépen rendeződik. A gyászhoz ez a megnyílás, ez a fajta elsirató folyamat nagyon szükséges. Mi egy nagyon gonosz kultúrában élünk, ahol minden, ami sirató szertartás volt, ki van írtva, ahol elidegenedett módon egy olyan világban, ahol senkink sincs már, csak a segítséget ígérő orvosi környezetnek az elrettentő, elidegenítő hatása, ahol magunkra hagynak a halálunkban. Nagyon rossz kultúra, amiben mi élünk. Mindig az embertárs segít. Mindig a társas segítség, hogy valaki meghallgat, hogy ott van, hogy fogja a kezed. Nem is kell, hogy valamit mondjon. Csak legyen részvétel úgy melletted, hogy nem ilyen frázisokat mond, hogy részvétem, meg hasonlók, nem. Csak jelen van, és megértő módon kíséri a te saját gyászutadat. És köszönöm, hogy megosztottad velem ezt a
ezt a nagyon személyes bánatot. A következő, hogyan zárjuk ki mások negatív hozzáállását ebben a stresszes időben? Igen, igen, nagyon jó a kérdés. Úgy, hogy mondd meg, hogy szellemi környezetszennyezéshez nem járulok hozzá. És ha nyomja a szöveget a negatívról, mondd azt, hogy nem akarom, hogy megbetegedj, és azt se, hogy én megbetegedjem. Ezekbe, amiket te mondasz. És alkalmazd azt, tudod, amit mondtam, átkeretezés, alkalmazd a stoppot, alkalmazd azt, hogy tanácsold neki, hogy tartson egy optimizmus kúrát, mert ha nem változtat ezen a magatartásán, akkor tulajdonképpen felelős azért, hogy terjeszti a kort, hogyan, hogy rontja azt a megküzdésre alkalmas lelkiállapotot, amiben az immunrendszer megvéd. Ne rombolja senki immunrendszerét, negatív hozzáállás törlendő, kerülendő, maradjon akkor inkább, vonuljon vissza, de hogy ezt ne tegye. Egész nyugodtan és bátran lépjél föl. Akkor a 12. kérdés, engedd meg, hogy én azt mondjam, egy olyan hát életvezetés, életútról szóló hosszú beszámoló, amiben egyetlen egyet tudnék mondani. Neked arra, hogy az életednek ezt a hősies küzdelmét valaki elismerje végre, és valaki melletted álljon, nagyon-nagyon nagy szükséged lenne. Kérlek, ha virtuálisan is, hiszen Skype terápiás kapcsolat is van, nem is kell terápia, hanem mi is konzultáció, megbeszélés. Kérlek, egy pár alkalmat szállj oda, hogy beszéld ezt meg pszichológussal, annyira nagyon sokat jelentene. És hát teljes együttérzéssel vagyok veled ebben a te élet állapotodban. Évának hívnak, és köszönöm szépen, hogy megosztottad mindezt velem. 13. és utolsó kérdésünk, mi a szorongás legjobb szellemi ellenszere? Azt tudnám mondani, hogy mindaz, ami a szorongás tényéből, állapotából kiszabadít, az az első számú. Első számú ellenszer, ezek a villám önsegítő módszerek, amiről beszéltem, ne hagyd benn magad a szorongásban. Lecsapolni, levezetni, mozgásos úton, társas úton, ne maradj egyedül, keresni egy partnert és mozgásos levezetés. Ezzel kezdtem az előadásomat, hogy milyen villám, feszültség elhárító eljárások vannak. És ezen kívül mindaz, amiről beszéltem, az mind a diffúz, tágtalan, súlyos, nyomasztó szorongást föloldja, csatornázza, levezeti, átalakítja. Ezek azok, amiket megküzdési eljárásoknak nevezünk. Én nagyon igyekeztem, hogy ebbe az előadásba besúfoljam, beszorítsam a legszükségesebbeket. Ez az mondani valóm, és még egyszer mindnyájatoknak köszönöm a figyelmet is, meg a széles érdeklődést, a sokféle kérdést is. Nagyon köszönöm. Szépen köszönjük. Köszönjük! Nagyon szépen köszönjük! Én is. Üdvözlet, és áldott békés, boldog ünnepeket kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen a professzor asszony előadását!